A legfelső tanács keddi plenáris ülésén három új minisztert nevezett ki. Számolt be róla Olexi Honcsarenko parlamenti képviselő Telegram csatornáján. Fedorov, Oksen Liszovoi és Olekszandr Kamisin jelölésére több mint 300 parlamenti képviselő szavazott. Mihályló Fedorovot az innovációért, az oktatás, a tudomány és a technológia fejlesztésért felelős miniszterelnök helyettesnek nevezték ki. Az erről szóló határozatot 311 képviselő támogatta. Oxen Liszovoj lett az új oktatási és tudományos miniszter. Ő szerhés kárletet váltja. Rá 313 képviselő voksolt. Az Ugrzaliznitja korábbi vezetőjét, Oleksandr Kamisint pedig a stratégiai iparágakért felelős tárca a miniszterévé választották meg 312 szavazattal.